Mindenható Istenünk, köszönjük neked kegyelmednek a csodáját, személyre szabott törődésedet velünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, feltámadása számunkra is üdvösséget jelent. Köszönjük a személyes megszólítást, ahogyan elvezettél bennünket a teljes hitre. Köszönjük a bűnbocsánatnak az örömét, amit senki nem vehet el tőlünk. És köszönjük a Szentlélek által szívünkbe vésett bizonyosságot, hogy fiad Jézus vére érdeméért üdvösségünk van. Magasztalunk téged, hogy itt lehetünk most testvéri közösségben, megerősödésre várva, hogy hitünk növekedjen. Kérünk, munkáld a te igéd által, az énekek által, és minden más elhangzó üzenet által ezt a szívünkbe. Áld meg azokat a testvéreinket, akik nincsenek körünkben, akik máshol szolgálnak, akik betegek, akik munkában vannak, akik lelkileg erőtlenek. Add nekik is áldott kegyelmed megtapasztalását. És kérünk, áld meg környezetünkben élő embertársainkat, akik önmaguknak osztják még a kegyelmet, és nem jutottak el a golgotai kereszthez. Használd fel bizonyságtévő életünket arra, hogy elmondhassuk nekik az örömhírt. Kérünk téged, hogy áld meg országunkat, nemzetünket, áld meg az egész világot. Hallgass meg atyánk imádságunkat, fiad az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ó, szeretette, égi fény, szívemnek napja vagy. Így kezdődik 137. énekünk. 137. énekkel kezdjük Isten tiszteletünket. Thank you.
köszöntöm a kedves gyülekezetet délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén. Köszöntöm szeretettel vendégeinket, akik más gyülekezetekből érkeztek, többek között a nyírbogáti gyülekezetből. Köszöntjük szeretettel Baricsán István testvért és kedves feleségét. És a legtávolabbi vendégünket is köszöntjük szeretettel, megkülönböztetett szeretettel, Pataki Levente nagy tiszteletű urat, a Bogártáki gyülekezet lelkipásztorát, református gyülekezet lelkipásztorát, kedves családjával együtt, feleségével és kislányokkal. Testvérünk fogja hirdetni az igét a délelőtt Isten tisztelet keretében. Isten áldását kívánjuk az életetekre. A következőkben néhány verset, igeszakaszt fogunk meghallgatni, illetve énekeket. Péter Zoltán mond egy verset, majd Kis Kálmán testvér olvas egy igeszakaszt, azt követően az énekkarra figyelünk, majd Szabó Gyula testvér mond verset, és Baricsán Attila és édesanyja fog énekelni. Isten, Kárász Izabella verse. Imádkozzál, mikor e szót kimondod, békességednek ő legyen a méje, mert ő az áldás, és mert ő a béke. Szent légy a percben, mikor kiejted, mert ő a szentség, felemel akarja, ő az üdvösség, mindannyiunk atya. Legyen megáldva lelked, mikor áldja, szolgálatára örömmel rendelkez, mert ő a vég, és ő volt, ő a kezdet. Testvér, ha Isten nevét szívbe vésed, ő vezet az életen keresztül, ha vihar jő, a lelked megserezdül. Testvéreim, lehet, hogy szokatlan megoldásokat tárok én is most föl, és szokatlan szavakat fogok használni, de mindenkit ne juttathatok, ezek bibliai szavak, nem az én találmányom, nem én írtam át. Csak figyeljünk szorgalmasan. A minap Kányádi Sándor hangja ütötte meg a fülemet. És következő szavak hangzottak el az ő szájából. Az egy megváltó Úristen kivételével mindenkiben kételkedni kell. Ez a kételkedés legyen azonban jóhiszemű, mert csak a jóhiszemű kételkedés szolgálja az emberiség ügyét. Hát én ezen elgondolkodtam, és mielőtt belemennék a részletekbe, sőt nem is megyek bele a részletekbe, imádkoztam és kaptam egy olyan szentírás részletet, ami ugyancsak meglepett engem még egyszer. Ezek már, amikor a rádióba vagy a televízióba azt szokták ilyenkor mondani, amikor ez következik, hogy a közízlést esetleg sérthető részlet következik. Hát csak azok számára sérti ez a közízlést, ez a néhány kifejezés, aki nem ismeri a Károly féle Bibliát. Károly féle Bibliában találkozunk hasonló ilyen kifejezésekkel. Péter második közönséges levele, második rész, első vers. Valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván önmagokra hirtelen való veszedelmet hozna. Most jön az ominózus verszak. Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebbe visszatért a saját okádására, és megmosódott disznók a sárnak fertőjébe.
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Vajon imádkozol-e értem? Kárász Izabella verse. Vajon imádkozol-e értem, mikor leszáll a csendes alkony, a kis szobádba egyedül vagy, hogy senki már ne zavarjon. Én úgy szeretném, hogyha akkor áldást kérni rám egy imában, mert én hiszek az alázatos, buzgó, őszinte szent imákban. Amit másokért mond a lelkünk, amit más lelke visszaérez. Én úgy szeretném, ha imádkoznál, úgy este későn, ha sötét lesz. És fönt az Isten trónusánál, ahol majd mindketten megállunk, egy csodálatos, tiszta percben találkozna az imádságunk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és még elkészülünk itt az énekléshez egy pár mondat. Nagyon nagy öröm a számomra, hogy édesanyámmal énekelhetek itt a testvérek között. Ez nem volt mindig így. Gyerekkoromban nagyon sokat jártunk szórvány gyülekezetekbe énekkel szolgálni az Urat, és az nekem nem mindig tetszett. Sokszor bennem volt az ugolódás, hogy miért mindig nekem örökké énekelünk, meg elég volt ez már. Egyszer odáig fajultam, hogy a létező összes hangszert lehangoltam, csak hogy ne tudjunk énekelni. Meg volt érte aztán a megfelelő büntetés. Hát hál' az Úrnak, hogy kimunkálta a szívembe, hogy örömmel, énekkel tudom dicsérni az Urat, úgyhogy fogadják a testvérek tőlünk szeretettel. Thank you.
Krisztus testének tagja vagy már. Tőled az Isten már többet vár. Várja, hogy szolgálj, amíg lehet. Ki tudja, meddig tart életed. Testvéred néha úgy látottál, megbotlik gyakran, más úton jár. Várja őt Jézus, segítsd oda, hogy tegye szenté az ég ura. Ifjú, miért mondod, gyenge vagyok? Azt mondja Jézus, erőt adok. Ő megy előtted, bízd rá magad. Erőt a harcban, csak Jézus ad. Érezted sokszor, hogy ő szeret, ezért ma kéri a szívedet. Szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. Szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. Az ige olvasására figyelhetünk, majd az énekkar énekét követően a prédikáció következik. Keresztény testvéreim, Istennek szent igéje, ami által szólni kíván hozzánk Isten ezen a mai délelőtti csendes órában, írva található a János írása szerint való szent evangéliumban, annak első fejezetében, a 16. és 17. versekben. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Eddig tart a felolvasott.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! A mai igének és a mai napnak az alapgondolata a kegyelem. Amikor az Isten kegyelméről kell nekem itt szólanom közöttetek, akkor el kell azt árulnom nektek, hogy valami olyasmiről kell bizonyságot tennem, amit az életemben nagyon sokszor megéltem, átéltem, de mégsem tudom szavakban kifejezni. Éppen ezért segítségül hívtam néhány olyan embert, írót, teológust, akik úgy érzem, hogy sokkal jobban kifejezik, mi is az Isten kegyelme, mi is az, amivel te is és én is az életünk során nem egyszer találkoztunk. Egy angol vagy amerikai írótól szeretnék idézni egy olyan gondolatot, amelyet nemrég olvastam az egyik könyvében, aminek ez a címe Meghökkentő kegyelem. Philip Yanceyről van szó, talán vannak néhányan, akik ismerik, akár a könyvét is. És ennek a könyvnek a borítóján található egy nagyon rövid, de nagyon frappáns megfogalmazása a kegyelemnek. A kegyelem előfeltétele a tökéletlenség, mert a fény csak a repedéseken át szűrődik be. Mit jelent ez a gondolat? Hát elsősorban számomra azt jelentette, és azt jelenti, hogy az Isten kegyelmét csak az az ember érti meg, az Isten kegyelmével igazán csak az az ember szembesül, úgyhogy tudja is, hogy miről van szó, aki úgy tud naponta megállni az ő teremtője előtt, hogy újra és újra ki tudja mondani, bűnösök között első vagyok én. Aki úgy tud megállni az Isten színe előtt, hogy tudja, hogy nem tökéletes. Még ha annak is gondolja magát, még ha mások a szép embert is látják benne, ő akkor is tudja, nem tökéletes. Nos, aki látja a maga tökéletlenségeit, a maga hiányosságait, úgy gondolom, az érti igazán, mi is az Isten kegyelme. Nehéz, még egyszer mondom, a kegyelemről értekezni. És legfőképpen azért nehéz, kedves testvéreim, mert úgy érzem, hogy kevés az emberi szó ahhoz, hogy kifejezzem mindazt, amit Isten értem és értettett ott a kereszten Jézus Krisztus által. Azért is nehéz a kegyelemről beszélni, mert a kegyelem egy olyan isteni ajándék, amit tulajdonképpen nem lehet sem megmagyarázni. Nem lehet megérteni, ráérezni a logikájára. És azért nem, mert ez az Istentől van. És az Isten gondolatai nem az én gondolataim. Az ő útjai nem az én útjaim. És amit mi sokszor egyféleképpen gondolunk el, azt az Isten másként látja. Úgy érzem, hogy az is nagyon, attól is nagyon sok függ, hogy ki hogyan áll meg az Isten előtt. Értem itt azt, ez alatt a gondolat alatt, hogy hiszek én Istenben, vagy nem. Miért mondom ezt? Azért, mert ha nem feltétlen hiszek még Istenben, akkor a kegyelmet valami másnak fogom nevezni, vagy valami másnak neveztem már az életem során. Vannak, akik így hívják a kegyelmet, hogy a szerencse. A szerencsének köszönhetem, hogy a múltkor, amikor balesetem volt, még élek.
A hívő ember nem ezt fogalmazza meg, hanem azt mondja, egyedül az Isten kegyelmének köszönhetem, hogy a balesetem után felépülhettem, hogy nem maradtam ott, hogy nem haltam meg. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát a véletlenen múlott, hogy túléltem azt a balesetet. De sok mindent lehetne még itt a baleset helyett mondani. Nos, a hívő ember nem a véletlenen látja, és a véletlenben látja ezeket a dolgokat, hanem az Isten kegyelmében. És azt is hiszem, hogy az, hogy ma én itt vagyok közöttetek, és másodjára hirdethetem Istennek igéjét itt, ebben a templomban, ebben az imaházban, az is az Úristennek a kegyelme. Nem az én akaratom, nem az én elhatározásom, hanem az Úristen kegyelme. Lehet, hogy lelkész kollégám azt mondja, de hát a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt már meghívtalak. Miért nem mondod azt, hogy az én akaratom volt? Azért, kedves testvéreim, mert ez már mind igaz, hogy meghívást kaptam újra, de az Úristen kegyelmének köszönhetem, hogy ezt a napot megéltem. Megélhettem. Attól a meghívás még állt és áll, de azt a napot, az időpontot meg is kell élni. Elkezdtem egy kicsit utána kutakodni annak, hogy ki hogyan fogalmazza meg azt, hogy mi is az isteni kegyelem. És legtöbb helyen, kezdve a szótáraktól a teológiai értekezésekig, mindenütt megegyeztek az emberek egy dologban, hogy a kegyelem az ajándék. És azt hiszem, hogy ezzel nem árultam el sokat a kegyelemről. De hogyha tovább megyek, akkor ilyeneket találtam, ilyeneket találok, és ilyenekről olvastam, hogy a kegyelem nem csak egyszerűen ajándék, nem csak egyszerűen isteni ajándék, hanem Istennek olyan ajándéka az ember felé, amelyért az embernek nem kell semmit sem fizetnie. Ingyen van. Manapság egy olyan világban élünk, ahol lassan a levegőért is fizetnünk kell. És amikor úgy fordulhatunk Isten igéje felé hétről hétre, hogy azt olvassuk az ő tárházában, a Szentírásban, hogy ingyen adom, ez egy óriási dolog. Hogy ma van valaki, aki ebben az anyagi világban és anyagias világban ingyen adja az ő kegyelmét. Én nem tudok ezért a kegyelemért neki megfizetni. Ha az egész életemet neki adnám, akkor sem tudnám megfizetni azt a kegyelmet, ami a nap mint nap meglátogat engem. A kegyelem alapja tehát nem az, amit mi tettünk és teszünk, hanem amit Isten tett és tesz újra és újra a mi irányunkba. Aztán azon is gondolkodtam, amit olvastam még a kegyelemről, hogy a kegyelmet nem lehet kiérdemelni. A kegyelem egy olyan isteni ajándék, amelyet az Isten az üdvösségünk, az üdvösséged érdekében ingyen ad neked, de ami természetünkből adódóan bűnben fogantattunk és születtünk, sem jogot nem formálhatunk a kegyelemre, sem pedig érdemeink nincsenek az Istennél, amiért ezt a kegyelmet ajándékként megkaphatnánk. És az a csodálatos az Isten kegyelmében, hogy annak ellenére, hogy nem formálhatok rá jogot, annak ellenére, hogy nem érdemlem meg, újra és újra megkapom. Újra és újra megkapod. Isten az ő kegyelmét naponta kiárasztja reánk, szoktuk mondogatni. És nem azért, mert kiérdemeltem. Nem azért, mert ma nem tettem semmi rosszat, mint a gyermek.
Nem azért, mert jogot formálhattam rá. Nem azért, mert én külön vagyok, mint a másik. Nem azért kaptam és kapom meg újra ezt a kegyelmet. Ugye azzal kezdtem, nem lehet megtalálni az isteni kegyelem kiáradásának a logikáját. És hiába fogod fürkészni, nem fogod megtalálni. Hanem számtalanszor olyan történésekbe, olyan történetekbe fogsz botlani a Szentírásba, amin fel fogsz háborodni, mert a te logikád másképp jár, és másként gondolkodik, mint az Isten logikája. Te nem így képzeled el. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy a régiek azt mondták, szemet szemért, fogad fogért, én pedig azt mondom, imádkozzatok ellenségeitekért. És bár ezt meghalljuk, de amikor Isten odaállít egy-egy ilyen élethelyzet elé, amikor már nem csak beszélnünk kell róla, amikor már nem csak igét kell róla hirdetnünk, hanem amikor gyakorolnunk kell, akkor nagyon sokszor én is beleütközöm a saját magam által épített falba, és rádöbbenek arra, hogy mennyire a múltban élek, hogy mennyire a szemet szemért, fogad fogért elv működik nagyon sokszor az én életemben is. A kegyelmet nem lehet tehát kiérdemelni, mégis mindig megkapom. Lehet, hogy sokan azért nem érezzük igazán, hogy mekkora ajándéknak vagyunk a birtokában, mert ingyen kapjuk. És ugye azt szokták mondani, vagy azt szoktuk mondogatni a gyermekeinknek nagyon sokszor, hogy azért nem tudod megbecsülni a dolgaidat, mert nem te dolgoztál meg érte. Nem tudod, hogy amögött, hogy te azt a bizonyos dolgot megkapd, a tiéd legyen, ahhoz rengeteget kellett dolgozni. És talán ezért van az, kedves testvéreim, hogy valahogy így vagyunk mi is az Isten kegyelmével, megkapjuk, annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg, de mégsem érezzük igazán ennek a kegyelemnek a súlyát, mert nem kell érte fizetnünk semmit. De ügyelj, az a tény, hogy nem kell érte fizetned, az nem azt jelenti, hogy ez a kegyelem olcsó kegyelem lenne. Ez a kegyelem a világ legdrágább kegyelme. Mert ezért a kegyelemért valaki hatalmas árat fizetett. Neked nem került semmibe, neki viszont a keresztbe került. Az életébe került. És az a csodálatos ebben, hogy ő ezt vállalta. Érted és értem. És nem azért vállalta ismételten, mert azt mondta, megérdemled. Nem azért vállalta, mert azt mondta, te érted, megteszem. Ez az Isten kegyelme. Ahogy János fogalmaz, ebben mutatkozik meg az, hogy mennyire szeretett téged és engem az Isten, hogy odaadta, érted, az ő gyermekét. Az ingyen kegyelem tehát nekünk semmibe nem került, Istenek azonban a legdrágább árat jelentette. Református hitvallásunknak van egy nagyon szép kérdése. Ez a kérdés pedig így hangzik, meg tud-e fizetni az ember az ő bűnéért az Istennek. Van-e olyan út, van olyan lehetőség, amivel én meg tudom váltani, ki tudom fizetni a tartozásomat az Istennek? És az rá a válasz, hogy semmiképpen nem, hanem napról napra növelem az én tartozásom. Ez egy rettenetes érzés. Az Isten kegyelme nélkül ezt tudjátok, mit jelent? Hogy eladósodom. Hogy úgy élem a mindennapjaimat, hogy ahelyett, hogy a tartozásaimat törleszteném, még akkor is, hogyha ez egy életbe kerül, mert akkora tartozásom van, hogy nem tudom azt egy év alatt kifizetni, csak egy életen keresztül. Mégis nem tudom magamat megnyugtatni azzal, hogy eltelt egy hónap, és valamit sikerült a tartozásomból törlesztenem, hanem
napról napra növelem a tartozásom. Azt mondják egyesek, ugye, hogy a gazdasági válságból kezdünk lassan kievickélni. Most nem mennék bele ennek a mélyébe, hogy ez mennyire igaz és mennyire nem, mert bennünket nem érdekelnek a gazdasági útmutatók, mert mindenki a saját maga bőrén érzi, hogy kezd belőle kimászni, vagy nem. De igazán az a mérvadó, amiről itt a Szentírás beszél nekünk, és engedjétek meg nekem, hogy a hitvallásunk két gondolatát kiemeljem ezáltal, az egyiket, amit már kiemeltem. Amiben ugye ez a gondolat van elrejtve, hogy az Isten kegyelme nélkül én teljesen eladósodnék. És milyen lesz az az ember, aki eladósodik? Milyenné válik az az ember, aki napról napra növeli a tartozását az Istennél? Hát egyszer csak arra kell rádöbbenjen, hogy csődbe jut. És valahogy így vagyunk, és így van az ember, mindaddig, ameddig nem találkozik Krisztussal az ő életében. Addig napról napra növeli a tartozását, és úgy érzi, hogy az egész élete egy nagy csőd. Keresi a helyét ebben a világban. És milyen sokan keresik. Milyen sokan kereső emberek, akik közöttünk élnek. Keresik a maguk helyét a családban, a társadalomban, ott, ahol éppen élnek. És mindaddig, ameddig nem találják meg a megváltót, és mindaddig, ameddig Krisztus nem vallják személyes megváltójuknak, addig az ebből a csődből nem tudnak felegyenesedni. Mit tesz a csődbe jutott ember? Mit tesz az az ember, aki úgy érzi, hogy nincsen tovább? Mit tesz az az ember, aki úgy érzi, hogy minden, de minden romba dőlt? A családi életétől az egészségéig? Nos, ez is nagyon sokban függ attól, hogy hogyan véglekedik és gondolkodik ő az Istenről. Mert ha nem ismeri az Istent, ha nem ismeri az Isten nevét, akkor félő, hogy az eladósodott ember, a csődbe jutott ember, akinek, ahogy a költő is mondja, se Istene, se hazája nincsen, az könnyen eldobja magától az életét. Ellenben a csődbe jutott ember, aki ismeri az ő Istenét, az tudja, hogy neki kegyelmes Istene van. És hogy az Isten ki fogja őt menteni, nem azért, mert megérdemli, nem azért, mert joga van hozzá, hanem egész egyszerűen a kegyelemnek köszönhetően. Jézus Krisztus a bűnnek a terhét, a tartozásnak a terhét szeretné levenni a vállainkról, és le is veszi. Aki már valaha is vett fel kölcsönt, az tudja, mekkora teher tartozni. És tulajdonképpen mi, keresztény emberek, mindannyian egy teherrel születünk a világra, és ez a teher az eredendő bűnnek a terhe. Mégis Jézus az, aki kiszabadít bennünket, és felszabadít bennünket a teher alól, a fizetés képtelenség alól, az alól, az érzés alól, hogy minden nap azt kelljen átéljem, hogy növelem a tartozásomat. Így fogalmaz az ige, valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Olyan szép ez a gondolat, mert benne vagyunk mindannyian. Mindenki benne van. Valamennyien benne vagyunk. És valamennyien kaptuk a kegyelmet kegyelemre. Miről szól ez az gondolat? Arról, hogy az Isten elhalmoz bennünket. Kegyelmet kegyelemre halmoz.
Na most megkérdezném, hogy kit szoktál te elhalmozni ajándékokkal, akkor biztos azt mondanád a válaszban erre a kérdésre, hogy a hozzám legközelebb állókat, akiket nagyon szeretek. Nos, Isten azt mondja itt ebben az ígében, hogy valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Isten azt mondja ebben az ígében, hogy mindannyiótokat nagyon szeretlek. És ebben mindannyian benne vagyunk. Függetlenül attól, hogy milyen teherrel jöttél ma ide, függetlenül attól, hogy bűneidnek a súlya rá nehezedik a vállaidra, függetlenül attól, hogy hogyan gondolkodol te az Istenről, Isten azt mondja, hogy nagyon szeretlek, és kegyelmet kegyelemre halmozok az életedben. Isten sohasem mondta azt, hogy ez a kegyelem, ez egy olyan dolog, ami egyszer csak elfogyhat. Nem mondja Isten azt, hogy amíg a készlet tart. Ez egy örök életen áttartó akció. Talán ez érthetőbb ebben a mai vásárlós világban. Egyet azonban nem szabad elfelednünk. Az Isten kegyelme nem fogy el. Valami más, az viszont elfogy. Valami más az, aminek vége lesz. És ez az életem. Leperegnek a homokszemek, életem homokszemei leperegnek előttem. És nem tudom, hogy mikor áll meg a homokóra. Mert azt az Isten tartja a kezében. Az életemet az Isten tartja az ő tenyerén. És nem tudom, hogy meddig tart a kegyelmi idő, mert ugye azt szoktuk mondogatni, hogy kegyelemből élünk, és hogy ez meddig tart, azt nem tudhatjuk. Miért hangsúlyozza azt itt az evangélium, hogy a törvény Mózes által adatott a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg? Most azért, kedves testvéreim, hogy érzékeltesse a választó vonalat az Ó és az Új között. És a választó vonal maga Jézus Krisztus. Ő a választó vonal. A Galácia beliekhez írott levél 3. fejezetének a 24. verse az egyik kedvenc igéim közé tartozik. A törvény nevelőnk volt Krisztusig. A törvény nevelőnk volt Krisztusig. Mire nevel és mire nevelt bennünket a törvény? A jóra. Ugye Isten két kőtáblán elénk adja mindazt, amire azt mondja, ha ezek szerint élsz, ha ezek szerint rendezed be az életedet, akkor leszel jó szerencsés, és akkor leszel boldog. Be tudod rendezni az életedet a 10 parancsolat szerint? Magyarán, meg tudod azt élni? És Isten mégis ezt a két kőtáblát adja az ő választott népének, és azt mondja, ha ezek szerint jártok, akkor lesztek boldogok. És az ember újból és újból beleütközik a törvény két kőtáblájába. És erősen megüti hol a bokáját, hol a fejét, amikor nagyon konok. Amikor nagyon szeretné az ő érdemeivel odaállni az Isten elé, és rádöbben arra, hogy milyen sok az ő fogyatékossága. És kell a tökéletlenségünk ahhoz, hogy az Isten kegyelmének a fénye beáradjon az életünkbe. Fel kell tudnom ezt ismerni az életemben. Sokszor szoktam a törvényt illetően egy képpel élni. Engedjétek meg, hogy elmondjam ezt az elképzelésemet. A törvény nevelőnk volt Krisztusig.
vagy ahogy itt hangzik az igében, a törvény Mózes által, a kegyelem Jézus Krisztus által adatott. Úgy képzelem el a törvényt, mint a mai legmodernebb orvosi eszközt. Képes arra, hogy pontosan kimutassa a diagnózisomat. Képes arra, hogy pontosan lokalizálja a betegség gócpontját. Milliárdokba kerül. Alig tudják beszerezni a kórházak. Az emberek sort állnak, hogy egy-egy ilyen gépezet kimutassa, hogy mi a bajuk. De egy valamire képtelen ez a több milliárdot érő gépezet, hogy meggyógyítson. Amikor az orvosok nem találták a bajodat, akkor lehet, hogy komputer tomográfba tettek, és az rögtön megállapította, hogy hol van a baj, majd az orvostudomány segítségével rögtön elindítottak téged a gyógyulás útján. De maga a gépezet az egy valamire tudott rámutatni, a nyomorúságodra. És itt találkozunk a református hitvallásunk egyik másik kérdésével. Honnan ismered meg a nyomorúságodat? Az Isten törvényéből. Az Isten törvénye, Mózes törvénye rajtam sokat nem segít, csupán annyit, hogy átvilágít tetőtől talpig, és rámutat a betegségem kiinduló pontjára, Ádám és Éva bűnbeesésére. És megállapítja azt, én nyomorult ember. És majd Pállal együtt kiárthatom azt, kicsoda szabadít meg engem. És azt mondja itt János, hogy a szabadító Jézus Krisztus. Azt mondja itt János, hogy a te orvosod Jézus Krisztus. Van egy ilyen énekünk, az áldott orvos közeleg. Nos, ő az áldott orvosunk, aki meg tud gyógyítani a gyógyíthatatlan betegségből. Aki meg tud gyógyítani a gyógyíthatatlan bűnből. Aki visszaadja egész életedet. Mit tesz velünk a törvény? Felboncol. Hadd éljek egy olyan képpel, ami lehet, hogy nem ide illik, de hogy még jobban megértsük. A törvény azt teszi velünk, mint az orvosok azzal a beteggel, akinek a diagnózisát ismerik, és azt mondják a hozzátartozóknak, csak akkor tudunk többet mondani, amikor műtőre tesszük a betegünket, felnyitjuk, és meglátjuk, hogy ott mi is van valójában. És hogyha az orvos úgy jön ki a műtőből, hogy azt mondja, sajnos semmit sem tehettünk, vissza kellett várjuk, akkor már tudjuk, hogy szerettünk menthetetlen. A törvény ezt teszi. Felboncol, majd közli veled, nem tudlak meggyógyítani, tudom a bajodat, tudom a betegségedet, de ennyi. És jön Jézus, az áldott orvos, aki közbelép, akinek van egy evangéliuma. És ez az evangélium pedig az ő szabadítása. Nagyon sok esetben, amikor egy különös betegség támad meg egy embert, ugye, mit teszünk mi hozzátartozók? Megpróbáljuk megkeresni, ha a világ végén is van azt a kórházat, ahol a világon egyedi módon tudják azt a bizonyos betegséget gyógyítani. És csak egy vagy két orvos van a világon, aki vállalja azt a műtétet. És mit tesz ilyenkor az ember? Rádöbben arra, hogy egy vagyonba kerül. Az, hogy megmentse szerettei életét.
Ilyenkor eladja Ingo is ingatlanát, elindul koldulni, mert meg akarja menteni, akit nagyon szeret. Tudjátok, mi az evangélium itt, ebben az igében? Az evangélium az, hogy van egy orvos, aki vállalja a beavatkozást. Az evangélium az, hogy van egy orvos, akinek nem te kell fizess, hanem aki neked fizet. Az áldott orvos, aki úgy jön, aki úgy érkezik, hogy az életét adja, érted és értem. Hogy visszaadja az egészséged. Reményik Sándor gondolatával zárnám az ige hirdetésem. Van egy verse a kegyelemről. Erdélyi költőnk így foglalta szavakba, amire én azt mondtam, hogy nem lehet szavakba leírni és megfogalmazni. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. Akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalan ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Amen.
Kedves gyülekezet, a mi testvérünk a lehetetlenre vállalkozott ezen a délelőtt. El is mondta a bevezetőjében, a kegyelemről beszélni szinte lehetetlen. Mégis az énekkar most a talán hirtelen választott ének kapcsán arról beszélt, hogy megfizette minden tartozásom, eltörölte minden vétkem. Egy személyes bizonyságtétel volt a felelet arra, hogy hallottuk az igében a kegyelemről szóló örömhírt. Kedves gyülekezet, talán mindannyiunknak a legfontosabb kérdése ezen a délelőttön. Enyém már a kegyelem? Megtapasztalt a kegyelem az életemben? Ha igen, akkor üdvösségem van. Akkor Krisztusé vagyok, nem megyek a kárhozatra. Hajtsuk meg most fejünket és szívünket imádságra. És akik ki tudják mondani a mai ige hirdetésre, az énekben megfogalmazott üzenetre feleletül, enyém a kegyelem, mert Jézus megbocsátotta a bűnömet, dicsőítsék ezért az Urat. És ha valakié ez a tapasztalás még nem teljes, mert nincs a birtokában a bűnbocsánatnak az öröme, imádkozzon. Uram Jézus, vezess el engem a legnagyobb szükségemnek a meglátására, a felismerésére. Bocsáss meg nekem, add, hogy megérezzem, mit jelent megkegyelmezetnek lenni. Hajtsuk meg fejünket, és csendben imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a kimondhatatlan, a leírhatatlan szeretetet. Köszönjük kegyelmedet, és köszönjük, hogy személyesen lehajoltál hozzánk, és átélhettük, hogy a tiéiddé tettél bennünket. Én is köszönöm bűneimnek a bocsánatát. És köszönjük neked, hogy hallottad imádságainkat, hallottad a dicsőítő szavakat, és azt is, amikor most valaki a csendben azért imádkozott, hogy bocsáss meg az ő bűnét. És köszönjük, hogy nem csak hallottad, meg is hallgattad imádságainkat. Amen. A gyermekeket hallgatjuk meg. Gyermekektől. Uram, taníts minket imádkozni. Lukács 11:1. Mondjuk együtt a gyermekekkel. Uram, taníts minket imádkozni. Lukács 11:1. Együtt a gyermekekkel, én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. 55. Zsoltár, 17. vers. Az Isten és a profétáknak nem hallgatnak, azt sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Lukács 17.
mondjuk ezt a szokatlan Biblia verset a gyermekekkel, vagyis aranymondást én nem szoktuk mondani. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Lukács 16:31. Köszönjük szépen! Egy rövid bizonyságtételt hallgatunk meg Zámbó Tamásné Somogyi Katalin részéről. Üdvözlöm a gyülekezetet. Én egy baptista családban nevelkedtem, ahol sok-sok szeretettel gondoskodtak rólam. Aztán eljött az idő, ösvérhez mentem. Eljutottam a nagy világba, ahol nagyon sok jót, rosszat is kaptam, de az Úr mindig velem volt, mindig vigyázott rám, és nagyon hiányzott. Aztán 2013. december 22-én elmentem a stadionba, és végighallgattam az Úrnak a igéit, nagyon jó éreztem magam, nagyon jó volt. A végén ugye megkérték az embereket, hogy álljon föl az, aki az Úrnak a Jézus útját szeretné követni. Én úgy éreztem, hogy akkor még nincs itt az ideje. Aztán egy ilyen melegség fogott el, egy gyönyörű érzés, és valami sugalta, de igen, most itt van az idő, gyere el velem, kövess engem, és fölálltam, és egy gyönyörű érzés volt, amit nem tudok elmondani, mert is jó volt. És szeretném ezt a közösségbe folytatni itt, mert úgy érzem, hogy a Jézus vár engem, és szeretnék bemerítkezni. Köszönjük szépen a rövid tanúságtételt. Katalinnak a Jóisten adjon hitben erőt. Beszélgettük már többször. Elmondta, hogy övé a bűnbocsánatnak az öröme, és milyen jó érzés Krisztussal közösségben lenni. További lelki növekedést kívánunk Katalinnak az életében. Kedves gyülekezet, a hirdetéseket szeretném elmondani. Most mindjárt az Isten tiszteletet követően egyrészt az alaksorban a törekvők Biblia órájára kerül sor. Várjuk mindazokat, akik megtértek, átadták szívüket Jézus Krisztusnak, és szeretnék őt halálig követni, illetve azokat is, akik ezt még nem döntötték el, de szeretnének Krisztus közelébe kerülni. Tehát mindjárt az Isten tiszteletet követően az alaksorban találkozhatunk. A vasárnap iskolások szüleit pedig a kisterembe kérjük egy rövid megbeszélésre, mert az állatkerti látogatás időpontját fogják egyeztetni. A Péter Alapítvány az állatkerti belépőkbe fog segíteni azoknak a megvásárlásába. Kérem a szülőket, hogy mihamarabb fáradjanak majd ki a kisterembe a befejezőjéneket követően. Ma délután 5 órakor találkozhatunk a Veleszházban, szokásos közösségi délutánunk lesz. Baricsán István testvérrel készítek majd egy riportot, aki a cigány misszió, illetve a vajdasági misszióról fog majd beszámolni, és Ricsovinyi Róbert testvér buzdít majd bennünket imádságra az áhítat keretében. A közösségi délután követően majd a szokásos zsíros kenyér partira kerül sor. Mindenkit várunk szeretettel erre az alkalomra. A közösségi alkalmunkkal párhuzamosan a Veleszház emeleti termében a gyermekeknek lesz kézműves foglalkozás. A ránk következendő hétnek az alkalmai, hétfőn a hagyományos időpontban 4 órakor imaközösségben leszünk együtt a kisteremben.
Csütörtökön délután a Szépkorúak klubjának a foglalkozása lesz, majd pedig folytatjuk Péter apostol életének a tanulmányozását 6 órától. Pénteken a tinik és az ifik a szokásos időpontban találkoznak, és a filmklub a ránk következendő héten szombaton kezdődik, a 6 órakor a Láttivalók című filmklub. Minden érdeklődőt várunk erre szeretettel. A következő vasárnapon, azaz március 30-án a szokásos időpontokban találkozhatunk délelőtt, majd pedig délután Szlepák Zsolt testvér fogja hirdetni az evangéliumot. Teológiai hallgatóként ez lesz az első vasárnap délutáni prédikáció a mi testvérünknek. A további alkalmak április 5-én, azaz szombathoz egy hétre, mennyegző istentisztelet lesz az imaházunkban. Váradi Timea Eszter és László Gábor, ifjabb László Gábor fognak egymásnak örök hűséget fogadni. A Váradi és a László család minden tagját a gyülekezetnek, minden kedves jelenlevőt szeretettel vár a mennyegző istentiszteletet követő állófogadásra majd a Veleszházba. Április 6-án pedig, ahogy a testvérek is többször hallják, és most ebben élünk a mindennapokban, országgyűlési választások lesznek országunkban. Imádkozó szívvel menjünk el erre az alkalomra, és Isten szent lelkének a vezetése nyomán húzzuk oda az X-et, ahova kapunk erre indítást. És a testvérek emlékeztetnek rá, köszönöm szépen. Jövő vasárnap mindenkit várunk szeretettel, de az időpontot majd az új időszámítás szerint tessenek otthon megnézni. Tehát nem 11 órára jövünk, hanem 10 órára, tehát óraállítás lesz következő vasárnap hajnalban. A záróénekünket fogjuk most elénekelni, és azt követően még számos hirdetésem van, hiszen a legutóbbi héten az előjáróságnak egy ülése volt, amelyen elég sok programról döntöttünk. Kérem a kedves gyülekezet figyelmét majd még a záróéneket követően is. Záróénekünk az nincs rajta a papíromon. Igen. Az Örök sziklán áll hittem kezdetű ének, a 264. énekünket énekeljük. Énekünk minden versét fennállva énekelje a gyülekezet. Thank you.
Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Foglaljon helyet a gyülekezet. Picit türelmet szeretnék még kérni a testvérektől. Április 13-án, vasárnap délután, ez a virágvasárnapi istentiszteletünket követően, gyülekezeti tanácskozásra kerül sor, mégpedig egyházunk vezetőinek a részvételével készülünk a lelkipásztor, illetve presbiter avatásra. Majd pedig ezt követően május 25-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a lelkipásztor, illetve presbiter avató istentiszteletünk, amikor Kelédi Márton és Hegyi László testvéreket fogja szolgálatra kirendelni a gyülekezetünk. Imádkozó szívvel készüljünk ezekre az alkalmakra. Nyugdíjas testvéreink hagyományos kirándulására május 14-én kerül sor, és június első vasárnapjára tervezzük a bemerítési istentiszteletünket. Ahogy már korábban szó volt róla, pünköstkor az énekkarunk nem lesz itthon, egy lengyelországi szolgálaton vesz részt, így a pünköst másnapi szokásos szabadtéri istentiszteletünk is elhalasztódik egy későbbi időpontra. Június 22-én vasárnap tartjuk meg ezt a szabadtéri istentiszteletünket. Az ifjúsági tábor július 13-a és 18-a között lesz Erdélyben, a Boga völgyben, majd hamarosan beszélünk a részletekről az érintettekkel. És egy távolabbi időpont, bár távol van, de szükséges rá már gondolnunk, október 10-e és 12-e között lesz a szokásos gyülekezeti hétvégénk a Balatonszárszói Református Konferencia Központban. Kertész Lajos testvér a szervező, nála lehet jelentkezni. Kérjük a testvéreket, hogy mi hamarabb tegyék ezt meg, annál is inkább, mert előleget kell fizetnünk foglalóként, és sajnos ezt az előleget össze kell szednünk. Kertész Lajos testvér fogja gondozni ezt az előleget. És hirdetéseink között még kettő, amely a fizikai munkákra vonatkozik. Tudják a testvérek, hogy körzeti állomásunkon, Sűsápon, az imaház már egy ideje használhatatlan állapotban van, és a lelkipásztor lakásban tartjuk az istentiszteletünket, ma délőtt a Hegyi László testvér prédikált ott. A mi segítségünkkel is igyekszünk ezt az imaházat amennyire lehet újjáépíteni, hogy használható legyen. Az első közösségi munkánk április 11-én és 12-én lesz, a rombolásban kellene részt vennünk. A gyülekezetünk részéről Várad István testvér, Mikó Gedeon testvér és Lázár András testvérek lesznek a parancsnokok. Majd, ahogy eljön az idő, szervezzük ezt az alkalmat. Minél több férfi erről lenne szükség, hogy két nap alatt a bontás, szükséges mértékű bontással végezzünk. Szintén rombolásról szeretnék még beszélni az építkezés kapcsán. Ahogy a gyülekezeti tanácskozás eldöntötte, a gyülekezetünk alaksorában levő WC csoportot szeretnénk teljesen felújítani, átépíteni, kibővíteni. Bemerítést követő napon, június 2-án szeretnénk hozzákezdeni a szétbombázáshoz. Ezt mi tudjuk megoldani, mert a gyülekezeten belül szeretnénk megoldani. Kérjük a férfi testvéreket, hogy arra a hétre, ha lehetséges, ajánljanak fel legalább pár órát, hogy hamar, szakszerűen a bontást el tudjuk végezni, hogy reménységünk szerint talán két hónap alatt újraépülhessen egy sokkal szebbre gyülekezetünknek ez az épületünknek ez a területe. És végül szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani a képes beszámolóinkat a Kartali Ifjúsági Szolgálatról, illetve a Dunaharaszti Pengetőzenekari Gyülekezeti Szolgálatról. Az Úr áldja meg életünket. Amen.